Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Ez a Business Class. Mégpedig 9 óra 35 perckor. Nem győzünk eleget foglalkozni azzal, hogy bizony az online térben óvatosan kell a vásárlásokkal, rengeteg visszaélés zajlik. Erről már beszélgettünk dr. Kós Annával, az ESTE Compliance vezetőivel, akit köszöntök a telefonon a túlsó végén. Most hozunk egy olyan témát, amiről eddig úgy talán ritkábban beszéltünk, ez pedig a befektetési csalásoknak a köre. Mi tartozik ide, mik a leggyakoribb próbálkozások? Jó reggelt! Reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, a befektetési csalások, illetve említenék mellette még egy másikat is, de hadd kezdjem egy érdekes adattal, amit mi magunk az RC-ben vizsgáltunk meg. Egészen 2020-ig visszamenőleg megnéztük azokat az ügyfeleket, akik vagy áldozatává váltak a csalóknak, vagy ahol sikeresen meg tudtuk ezt előzni, és néztünk különböző demográfiai adatokat. Néhányat említsek ezek közül. Nagyon érdekes, hogy a középkorú férfiak, illetve a középkorú hölgyek más-más típusú csalásoknak esnek áldozatul, vagy próbálják meg őket behálózni. A férfiak esetében láttuk azt, hogy számosságukban egyébként ők sokkal kevesebben vannak, tehát kevesebb férfi esik a csalók áldozatául, viszont sokkal több pénzt veszítenek, mint a hölgyek, ugyanígy a középkorú nagyobb hölgyek. Nagyobb tétekben játszanak. Igen, pontosan nagyobb tétekben játszanak, és rájuk jellemző az, hogy ők hajlamosabbak a nagyobb kockázatvállalásra, és bármiféle ismeretlen befektetési formákba is belemenni. Úgyhogy esetükben láttuk azt, hogy ez a befektetési csalás sokkal gyakrabban fordul elő. Na de hogy is néz ki ez a befektetési csalás, hogyan találják meg? Amit mi látunk, hogy leginkább a közösségi médiában különböző hirdetések formájában terjednek ezek az átverések, amelyek túl szép, hogy igazak legyenek ajánlatok, tehát nagyon magas hozamot ígérnek, akár még különböző nem szokványos befektetési formák vannak mögötte, mondjuk kriptovaluták, és ezzel most nem azt akarom mondani, hogy a kriptovaluta egy átverés, csak vannak olyan csalók, akik a kriptovalutát használják csaliként, és ezzel próbálják meg felültetni a jóhiszemű embereket, hogy fektessenek abba. Aztán a nap végén vagy kriptovalutába tette az ügyfél a pénzét, vagy nem, mert az esetek többségében teljesen ismeretlen cég vagy személyek számára adja át a saját pénzét, amelyet szeretne megforgatni, megfialtatni. És még azt is láttuk, hogy sok esetben egyébként néha vissza is kapják a hozamot az ügyfelek, ez a beltetés része tulajdonképpen, de aztán a második, harmadik... Én még egy dolgot ezt hadd tegyek hozzá, amit én találkoztam vele, és azt szerintem muszáj elmondani, hogy nagyon sokszor a képét meg a nevét használják fel olyan sikeres üzletembereknek, pontosan, művészeknek, igen, hogy Bill Gates is ebbe fekteti a pénzét, mert most magyar neveket nem akarok mondani, de tényleg közismert bankárokat, meg művészeket láttam, üzletembereket, hogy hú, ez a sikeres ember is ezt a befektetést csinálja, és ennek az emberek valamiért hajlamosak bedőlni, miközben hát, ha az ember komolyan végiggondolja, az a sikeres üzletember, hát nehogy már elhiggyük, hogy ő tényleg ilyenbe teszi a pénzét, mondjuk a bankrészvény, vagy nem tudom én, ingatlan fejlesztés helyett. Igen, igen. Tehát ne azt nézzük, hogy éppen kinek az arcát rakták oda, mert tulajdonképpen bárkit oda rakhatnak a csalók, hanem azt nézze meg mindenki, hogy ki az, akivel szerződést fog kötni egyáltalán, ki az a cég, létezik-e, van-e cég, magyar-e a cég, vagy külföldi a cég, próbáljon meg ennek utána járni, hogy mit tud róla. És milyen számlaszámokat adnak meg, ahová utalnék, hogy az egy Seychelles-szigeteki, vagy Kajmán-szigeteki számlaszám, vagy egy rendes magyar megbízható bank nál lévő számlaszám, nem? Ez is egy figyelmeztetője. Pontosan, csak lehet, hogy nem is egy cég nevére szól az a számla, hanem egy egyszerű természetes személy áll mögötte. Mi az a fontos limit, vagy tudom, ez nehéz, mert ez változik, ahogy változnak a gazdasági mutatók, de mi az a hozamszint, aminél azért mindenképpen a vészcsengőnek be kell kapcsolnia? Hát a befektetési döntések meghozatal előtt azért mindenkinek javaslom, hogy nézzék meg, hogy az ismert nagy szolgáltatók milyen hozamokat ígérnek.
És ebből próbáljon meg következtetéseket levonni, hogyha ezektől túlságosan messze van az, amit ígér ez a nagyon jónak tűnő ajánlat, akkor inkább keressen egy olyat, aki egy jól megbízható szolgáltatóhoz kapcsolható, még akkor is, hogyha kisebb lesz a hozama, de ott biztos, hogy nem fogja a pénzét veszélyeztetni. Illetve ami nagyon fontos, hogy tájékozódjunk azért a Magyar Nemzeti Banknak a honlapján is, hiszen ott fel vannak sorolva mindazok a befektetéseket kínáló szolgáltatók, akiknek erre engedélyük van. Ugye én még egy dolgot tudnék felhozni, ami szerintem egy nagyon fontos ilyen pszichológiai gát, vagy egy pszichológiai csapda, amit próbálnak alkalmazni, hogy amikor garantálják, vagy úgymond kvázi garantálják, hogy és mert ugye sokszor mondják meg ezt egyébként piaci szolgáltatók, normál piaci szolgáltatók is, hogy az elmúlt egy évben, öt évben milyen hozamot hozott ez az alap, az az alap. De amikor valaki nagyon azt sugallja, hogy én neked 10-20-30-40-50%-ot fog szinte biztosan hozni, akkor szerintem lehet gyanakodni, mert nem lehet garantálni. Tehát ha nem egy állampapír fix befektetésről beszélünk, már pedig ilyet ritkán szoktak ilyenkor ajánlani, hanem bármilyen kriptó, bármilyen deviza, bármilyen nyersanyag, bármilyen részvény, nem lehet garantálni a jövőre vonatkozó hozamot, már pedig ha valaki ezt ígéri, én azt gondolom, hogy az már önmagában a szélhámosság kategóriája, még ha ezt néha egyébként komoly szolgáltatók is élnek ilyen eszközzel. Igen, abszolút, és nem hiába a legálisan működő befektetési szolgáltatóknak kötelességük felmérni egyébként az ügyfélnek a befektetésekre vonatkozó tudását, ismereteit, illetve a kockázatvállalási hajlandóságát is. És ilyenkor egyébként elfelejtkeznek az ügyfelek, amikor egy ilyen nagyon szép ajánlatba ütköznek, hogy ezeket is átgondolják, hogy egyáltalán van-e tudásom arról, vagy a befektetések világát ismerem-e. Ilyenkor csak a túl szép, hogy igaz legyen, az óriási hozamok pörögnek a szemük előtt. És hát igen, sok esetben egyébként meg nem is biztos, hogy befektetés fog történni, hanem olyannal is találkoztunk, amiről a múlt héten beszéltünk, hogy bár azt gondolja az ügyfél, hogy ő éppen a pénzét be fogja fektetni, és ezek a kedves üzletemberek még segítenek is neki úgy, hogy letöltetik vele szintén a zenideszket, aztán onnantól kezdve a pénz az megy tovább. Magyarul egy alapvető tanács, hogy bárki, aki ezzel nem foglalkozott úgy korábban, nem állt, hogyha mondjuk megkeres egy tanácsadót, nem, mert befektetési tanácsadóból azért van a pénzintézeteknél, tehát ha más nem a tájékozódás véget, inkább menjenek, mint hogy ne. Mindenféleképpen, tehát ne a vasárnapi húsleves után 10 perc alatt hozzunk meg befektetési döntéseket. Ugye Kosztolányi mondta annak idején, hogy például akkor van egy piac túlárazva, amikor már a taxisofőrök is a részvények befektetéséről beszélnek, na akkor kell eladni, mert akkor már a mániának a csúcsán vagyunk, de hogy tényleg tehát hogy ne a szomszéd, ne a taxisofőr, tehát egy bonyolult opciós terméket ne vegyünk a szomszédtól, sőt szerintem átlagember ne vegyen bonyolult opciós terméket, mert azt még a közgazdászoknak is csak az 1%-a, vagy még annál kevesebb érti egyáltalán, hogy ezek miről szólnak. Igen, tehát az ismerős ismerőse, illetve közösségi médiában ránk hír egy nagyon szimpatikus külföldi úriember vagy hölgy, és egy óriási ajánlat talál elő, ezek komolytalanok, tényleg egy percet se fecséreljünk ezekre. Hát én például kaptam nemrég, de pont Csabával beszéltünk arról, hogy kaptunk külföldi banktól, nevezzük banknak, igazából nyilván egyikük se vette komolyan. Én a Royal Bank of Kanadától kaptam, annak az elnökétől. Én meg egy románi banktól kaptam egy olyat, hogy nagyon jó hírük van, mert hogy egy csinosabb összeget elhelyeznének a bankszámlámon, ha megadom ugye azokat az adatokat, amikre szükségük van, és ugye ez gyanútlan polgár lehet, hogy meglátja, hogy 1 millió dollár, hopp, az nem lenne rossz azért a számlámon. Szóval ezeket is úgy, hogy van egy böfelejtős, mert azért nincs ilyen trükközés.
Igen, és sokan egyébként meg is látják, sőt, sokan szeretnének külföldi banktól, akár az IMF-től is hitelt fölvenni, mert megtalálják őket. Ó, az IMF, az nekem teljes lágyaltam elég sokat az IMF-től. Az legalább egy komoly intézmény. Tehát, hogy így magánszemélyként IMF hitelt felvenni, ez valóban egy nagy innováció lenne. Tehát igen, ezt is. Igen, tehát ugye nagyon életidegen. Nagyon szépen köszönjük, szerintem nagyon fontos és jó tanácsokat kaptunk dr. Kósa Annától, az ESZTE